A Balaton egyik legendás hajójáról elnevezett Tabukkupa hosszú évek óta helyet kap a kínálatban. A Bahart Regatta és Szigliget gyönyörű kikötője viszont a mostani adásban mutatkozik be. A Sirokkó kormányosaként sokszor szerepelt Cittel Lajost ezúttal hajóépítőként láthatják, és a folytatásban is a patinás sarenkrajcerekkel foglalkozunk. Zárásként a modernitás következik. Egy portugáliai sziklaugró verseny különleges képeit kínáljuk. Augusztus 16-án hármas versenyt rendeztek Balatonkenesén. A klasszikusok fél órával a párhuzamosan zajló kupafutamok kezdete előtt indultak. Ez mind a hagyományoknak megfelelő, azonban a pálya idén eltért a megszokottól. Közismert, hogy ez a Tapukupát évek óta együtt rendezzük a Alkotmánykupával és a Tigreskupával, és a három rendező csapat úgy döntött, hogy egy új pályát próbálunk ki ebben az évben. Keneséről indult még mindig, Aligán jobbra kellett venni a bóját, Siófok szintén jobbról a bóját, visszafelé Aligán ezt a betét bóját még egyszer érinteni kellett, de immár balról, és utána a kenesei befutó következett. Sajnálatos az a trend, amit utóbbi időben látok a Balatonon, lásd Magyar Bajnokság. A bajnokság egyen, a 30-asok, amiből 15-6 nagyon profi hajó van, 5-en vettek részt. Igazán nem tudom megmondani, a versenyzési kedvet mi vetette vissza. Tudom, hogy sok osztályon belül vannak összeférhetetlenségek vagy belharcok. Ez az őszi feladat, és ez nem a Tabukkupához tartozik, hanem mint vitorlás szövetség elnökeként mondom, hogy rendet kell rakni. A kenesei kikötőnek évek óta van egy tradicionális verseny, ez egy házi verseny, ahol ez a 260 hajó indulhatna, és ha jól tudom, 11-2 jelentkezett. Ezen valamit változtatni kell, mert rossz látni, hogy ez a csomó hajó itt van a kikötőben. Én, aki rendszeresen lejárok, azt látom, hogy hetek telnek úgy el, vagy szezon, hogy egy hajó nem megy ki a kikötőből. Azért sok olyan is volt, amit jó volt látni. Gyönyörű oldtimer autók és hajók sorakoztak fel. Az ilyen rendezvények pedig mindig igazolják, hogy ezekkel a gyönyörű hajókkal ellentétben az emberek nincsenek fából, sokukat vonza ez a fajta szépség. Miért érdemes egy ilyen rendezvény mellé állni támogatóként? A hagyomány és az örökség miatt. Aki nem ismeri a múltját, a történelmét és a hagyományát, az igazából a jövővel sem tud foglalkozni. És úgy gondolom, hogy az őseink, akik szép, mives dolgokat hoztak létre, akár hajókat, autókat, vagy akár épp úgy, mint a mi vállalkozásunkat is, aki egy hagyományos és tradicionális vállalkozás, ha ezzel nem foglalkozunk, és ezt nem ismerjük, és nem ápoljuk, akkor igazán nincs mire újat alapítani. Annak az újdonságnak viszont mindenki örült, hogy sok korábbi Tabukkupával ellentétben ezúttal kiváló 8-10 csomós észak-észak-nyugati szél segítette a jó versenyt. Csak a szépsége miatt. Ezek a tradicionális hajók itt összegyűlnek, a szépsége miatt jelent ez sokat a számomra. Mert azért ebbe a dologba most, hát itt a mi saját hajóosztályunkból, a 30-asból összesen az MSM volt itt a Kékmadáron kívül, sajnos. Ezért aztán itt a megmérettetés az nem annyira lényeges. Mi bíztunk benne, hogy jó szél lesz, hamar végigmegyünk és nézegetjük a többi gyönyörű hajót. Lehet-e azt mondani, hogy ezeknek a patinás hajóknak ideális volt a mai szél? Így van. Tehát minden hajónak egyébként, de ezek a patinás hajók is ezt a szelet még rögbe bírják, tehát ez nem volt egy akkora viharos szél, de az pont elég volt, hogy mi is, aki nagyon nehéz hajó vagyunk, tehát a mezőny egyik legnehezebb hajója, nagyon jól tudtuk tartani a lépést, ugye osztályban elsőként jöttünk be, abszolútban is, ha jól tudom, 6. helyen vagy 7. helyen, ami nem kis dolog manapság. Ugye 3.75-ös az nyilván uralja a pályát, 55-ös Vosa Gyuri által kormányzott Kékmadár, és ha jól tudom, azt hiszem utána mi jöttünk be, oldtimerek között, tehát ez kifejezetten ideális szél volt a régi hajóknak is. Itt a végén azért buktunk több száz métert, mert kimentem a part közelbe, ami nagyon jónak nézett ki, és élesnek nézett ki a szél, és pont mire kiértünk, a szél megállt és letompult. Tehát ott több száz métert vesztettünk, de hála Istennek olyan pozícióban voltunk, hogy azért jól be tudtunk érni. Hát a vitorlázás az egy nagyon bonyolult sport, de sok szerencse is kell hozzá, empíria, tapasztalat,
és a technika természetesen. A trolling azért egy egész más dolog, tehát ez azért egy hajó, ami 14 méter hosszú, és egész másképp viselkedik a manőverek közben, a kormányra, a vitorlaállításra. Ezzel a sebességet kell nagyon jól beállítani ahhoz, hogy eredményes legyen az ember. A trollingban ott azért sok taktikai elem dominál. Ott a nagyobb mezőnyök vannak, mindig egymás ellen, hajó-hajó elleni küzdelembe dőlnek el a dolgok. Itt, főleg az ilyen túraversenyeken, mint ez, itt aztán rohanni kell. Ez egy gyönyörű, szép hajó, fából van, közel 100 éves, egy élmény vele ülni is benne, meg haladni vele, vitorlázni, egy fantasztikus élmény. A Balaton északi partján, Badacsony és Keszthely között elhelyezkedő félszigeten található a művészek sorát megihlető szépségű és hangulatú Szigliget. Az említett két településről májustól szeptemberig menetrend szerinti hajójárattal is megközelíthető. Szigliget elnevezése a reformkorban történt partrendezés előtti állapotra, egykori sziget jellegére utal. A szépen kiépült környéken már nem csak a vár vár. A hajósoknak is érdemes ide látogatni, sőt, a minden igényt kielégítő kikötő hosszabb tartózkodásra is csábít. A szűk bejárathoz közelíteni középről, a nyílt víz felől, előtte érdeklődni a szabad vendéghely felől érdemes. Szigliget minden széljárásban biztonságos hely, de egy helyi sajátosságra a kikötőmesteri ajánlás szerint is figyelni kell. Erős északi, északkeleti szélben a parti takarásból kihajózva a Balaton-Ederics felé egy valóságos szélcsatorna található. Ebben a szél felerősödve éri el a vizet, és ez meglepetéseket okozhat a túlságosan nagy vitorlázattal hajózóknak. Aki viszont a marinában szeretne étkezni, azt nem érheti kellemetlen meglepetés. A 1,5-2 méter vízmélységű szigligeti Bahart kikötőben két nagyhajó és 110 kishajó számára van hely. A minden szempontból remekül felszerelt kikötő igazi otthona lehet a balatoni hajóknak és hajósoknak. ...1954-ben Püspökladányban született, de gyermekkora óta Balatonalmádiban él. Már kamaszkorában felismerte a hajók, és különösen a régi fahajók iránti vonzalmát. Almádiban úgynevezett 4 méteresen ott fürödtünk, az egy szabad strandnak megfelelő terület volt, és mindig néztem a vitorlásokat, és eldöntöttem, hogy én nekem mindenképpen az életem vitorlásokhoz kell, hogy kötődjön. És amikor elvégeztem a 8 általánost, akkor viszonylag jól tanultam, akkor hajómérnök akartam lenni, gondoltam az a nagyos, hogy akkor majd hajókat tervezek, és vitorlásokat, stb. Aztán kiderült, hogy a hajómérnök az egyáltalán nem ezt csinálja, az uszályokat, meg mindenféle egyéb dolgokat csinál. Akkor kinyomoztam, hogy ki az, aki a hajókkal foglalkozik, és akkor a csónaképítő volt, azt hiszem 112-es szakmunk volt annak idején a szakmunkás képzőben, és akkor így lettem hajóépítő. Főszpön szerezte a szakmunkás bizonyítványát, majd Almádiban a budapesti építők vitorlás telepén dolgozott, és itt kezdett vitorlázni, versenyezni is. Tehetséges versenyzőnek is bizonyult. Többnyire kalóz és olykor finn osztályban állt rajthoz, majd a 70-es években magával ragadta a Balatonon akkoriban elterjedő szörfözés. Válogatott kerettag lett, és számos nemzetközi versenyen is részt vett. 1972-ben került Csopakra az Aegis eséhez, ahol szintén hajókat épített és versenyzett. Az általa felújított Kalaris 50-es cirkálóval 1986 és 91 között uralta a hajótípus versenyeit, bajnokságait. 1993-ban Izsák Szabolcs halála után a Sirocco 75-ös cirkáló megmentésén tovább fáradozó alapítvány Cittel Lajost kérte fel a hajó felújításának befejezésére. Ezután ő lett a Sirocco kormányosa is. Csapatával sorra nyerte a versenyeket.
A sirokkón Cittel mellett ismerkedett meg a vitorlás versenyzéssel Láng Róbert, akinek ez annyira megtetszett, hogy amikor a Magyar Vitorlás Szövetség pályázatot írt ki a Nemere 2 értékesítésére, megvette a kékszalag rekordtartó 75-öst. A Nemere 2 teljes felújítását, lényegében újjáépítését a Dobó Pál vezette Veszprémi Navalia műhelyben Cittel Lajos irányította. A Balaton királynője gyönyörűen megfiatalodva 2000-ben került újra vízre. A Nemerén Cittellel vitorlázó vendégek közül kerültek ki azok, akik a sirokkó teljes felújításának költségeit állták. A hajó a Lajos által vezetett munkálatok nyomán 2004. május 24-én szállt vízre, és Cimbi azóta is a hajó kapitánya. A versenyeken a modern hajók között is rendre az élmezőnyben végez, az összevont cirkáló osztály bajnokságait pedig nyeri csapatával. Sokat tett azért is, hogy az addig turista hajóként üzemelő harmadik 75-ös is megfelelő gazdára találva megfiatalodjon és versenyhajóvá válhasson. 2012-re a Lillafüred is csatlakozhatott testvéreihez a versenyeken. Cittel Lajos időközben átvette a Navalia műhelyt a visszavonuló Dobó Páltól, és itt született újjá a Lillafüred is. Emellett még számos klasszikus balatoni szépséget fiatalított meg. Együtt jött a hajózás szeretete, illetve a munka szeretete, úgyhogy most is ott tartunk, ugye már 60 évesen, hogy a hobbim a keresetem. Nálunk balatoni cirkálónak nevezik a serenkreutzer típusokat. A kecsesen keskeny és hosszú hajók első tervei a 20. század 20-as, 30-as éveiben születtek. Abban a korban a tavi vitorlázásban a legsikeresebb hajótípusok voltak. A hosszan előre és hátra nyúló test vízvonala dűréskor jelentősen megnő, ami hosszabb vízvonalat és ezáltal nagyobb végsebességet tesz lehetővé. A serenkreutzer, angolul Skerry Cruiser, skandináv eredetű hajótípus. A neve is származására utal. Svédország partjait jó részt sziklás szigetek százai övezik. Ez a Skerrik világa. A német szó is, die Schären, szikla szigeteket jelent. A század elején svéd tervezők készítették a ma is népszerű hajók elődeit, és a fejlődés oda vezetett, hogy megszületett az egységes osztály előírás. Ez nem egyfajta méretű hajókra vonatkozik. Az alapelveket úgy állították fel, hogy az egészen kicsi és egészen nagy hajók építésének is megfeleljen, és közöttük ne lényegbeli, csak méret eltérések legyenek. Ez azt jelenti, hogy például a nálunk ismert legkisebb 22-es és a legnagyobb 75-ös Skerry Cruiserekre ugyanaz az osztály előírás vonatkozik, csak minden szabályponthoz tartozik egy táblázat, amelyben a különböző nagyságú cirkálók méretei külön-külön szerepelnek a megfelelő tűrések meghatározásával. Így a nemzetközi osztály előírás a következő típusokra tartalmaz méreteket. 15, 22, 30, 40, 55, 75, 95, 120 és 150 négyzetméteres Skerry Cruiserek. Ezek a számok egyébként a vitorla felületeket, de nem a valóságos felületeket jelzik, hanem az adott nagyságú hajón a nagy vitorlán az első él és az alsó él hosszából számolt háromszög, valamint a forstág árbóc fedélzet által meghatározott háromszög felületének összegét jelzik. A hajók valóságos vitorlázata természetesen sokkal nagyobb ennél. Mint a 20-as, 40-es években a legtöbb hajótípus, a serenkreutzer is a német vizekről jutott el a Balatonra. Az itthon készült hajók többségét a kor leghíresebb magyar tervezője Benacek Jenő adaptálta. Nálunk ötféle nagyság létezik, 22-es, 30-as, 40-es, 55-ös és 75-ös serenkreutzer. Ezeket nálunk a vitorlázók egyszerűen cirkálónak nevezik. Ma is népszerű típusok. Július 26-án és 27-én került megrendezésre a Bahart Regatta vitorlás versenysorozat 7. és 8. futama Szigligeten. A szó legnemesebb értelmében a Bahart Regatta amatőr versenysorozat. Az Arany Sekli névre hallgató házi versenytől a Bahart Regattáig több éves vízi út vezetett. A kezdtelésből vitorlázók berkeiben szájhagyomány után terjedt a verseny jó híre.
Mi nagyon büszkék vagyunk, hogy van nekünk egy sportegyesületünk. Ez a sportegyesület gyakorlatilag egy vitorlás szakosztályból áll, és ez a vitorlás szakosztály kezdte ezt annak idején az Arany Seklit, és ez arról szólt, hogy a mi saját versenyzőink, vagy a saját egyesületi tagjaink kicsit összemérik a tudásukat, és egy ilyen házi versenyt bonyolítanak le maguk között. És hát ez annyira, hogy mondjam, népszerű volt, meg híre ment, szájhagyomány útján terjedt, hogy a vitorlás bérlőink is szerettek volna kapcsolódni, és a vitorlás kikötő üzletág vezetőnek jutott az az eszébe, hogy akkor csináljunk ebből egy ilyen kicsit kiterjesztett túrabajnokságot, vagy túraversenyt, többfordulóst, és hát így alakult ki. A 60-70 vitorlás a szigligeti vizeken, megejtően lebilincselő badacsonyi panoráma, ideális széljárás. E három összetevő már garantálja egy jól sikerült verseny hangulatát, a későbbiek folyamán sztorikká nemesülő eseményeit. A mai nap eltérő volt az eddigiekhez képest, mert ma két futamot rendeztünk. Gyakorlatilag szombati napon mi mindig egy túrafutamot szoktunk a Bahart regattába rendezni. Most ezt megtoldottuk egy pályaversennyel is. Hála Isten az időjárás az kegyes volt hozzánk. 11 órakor lerajtolt a túraverseny. Nálunk a mi versenyinken HC-vitorlával is lehet rajtolni, tehát nincsen megkötés, hogy csak a rajt után például 3 perccel engedik más versenyeken a HC-vitorla használatát. Mi ezt a rajtnál is engedtük. 11-kor elrajtott a mezőny, 3 óra fele be is futott a 3:30 fele az összes hajó, úgyhogy egy fél órás várakozás volt gyakorlatilag az utolsó hajóknak, és elindítottunk egy pályaversenyt, ami egy ilyen úgynevezett pörgős trapézpályán ment. Pörgős futam volt, egy órán belül mindenki befutott, és hát nagyon szép napot zártunk. A szájhagyomány a vitorlás berkekben is jól működő kommunikációs forma, pláne a hajókról, versenyekről van szó. Ezen körülbelül 2004 óta dolgozunk, akkor jött az ötlet, hogy kellene egy igazán abszolút amatőr versenyt létrehozni a Balatonon, hogy ne csak a profi vitorlázók élvezhessék a versenynek a szellemét. Én úgy gondolom az elején, talán ha jól emlékszem, és a kollégák is megerősítettek ebbe, hogy Keszthelyen kezdtük talán az első versenyt, akkor nagyon-nagyon kevés létszámú hajóval, és ahogy híre ment, a szájhagyomány útján terjedt, és mi is próbáltuk reklámozni ezeket a versenyeket, hogy igazából amatőröket várunk a versenyre. Gyakorlatilag fölfejlődött olyanra, hogy a rekordszámú hajó az körülbelül 100-120 hajó volt. Azt mondják, hogy a versenyigazgatók azok ilyen szigorú emberek szoktak lenni, ahhoz képest neked minden befutóhoz volt egy jó szavad. Hát az ember, gyakorlatilag én a barátaimnak tartom itt az összes versenyzőt. Szeretnek, én úgy hiszem, hogy meg is becsülnek talán, és az a versenyzők létszámából is látszik, hogy míg az egyéb versenyeken tapasztalható egy létszám csökkenés, úgy nálunk én azt mondanám, hogy most már évek óta stabil csapat van, stabil létszám, ez a 70 és 90 közötti indulók szám, ez mai nap, ez én úgy érzem, hogy egy jó számnak tekintető, és nagyon jó hangulatú versenyeket sikerül csinálnunk. Miután a vizen csillapodott a versenyégség, a gyomor kívánalmai is teljesülhettek. Egy versenynap ideális megkoronázása a díjkiosztó, és persze utána az élmények egymás közötti megosztása. A félelem mindig is a sziklaugrás része volt. Nem számít, milyen ugrást csinálsz, egyszerűt vagy bonyolultat. Egy jó adag félelmet mindig viszel fel magaddal az ugrópontra. If you're not afraid, you have to leave this, you know, because ha nem félsz, akkor jobb lelépsz, hiszen ez a játék része. Még akkor is, ha itt nem a kőszéten vagy, akkor is azon töröd a fejed, hogy 27 méter magasból kell ugranod. Mert ez olyan dolog, amit normális emberek nem csinálnak. Ráadásul forgást és szaltót is kell bemutatni, egyszerűen szükséges, hogy félj. Safety is definitely the most important concern for us. Ami a Red Bull sziklaugró világversenysorozat szervezését illeti, kétségtelenül a biztonság a legnagyobb aggodalmunk.
A legfontosabb a stabil ugrópontok létrehozása. A világon mindenfelé voltak rendezvényeink az elmúlt 5 évben, és az emelvények rögzítettsége elengedhetetlen a versenyzők számára, hogy csak az ugrásra kelljen koncentrálniuk. A kiváló minőségre mindig számíthatnak, hiszen ezek az építmények viszintezettek, nem rugalmasak, pont olyanok, amilyenre szükségük van. The sport's nature is dangerous. Ennek a sportnak a természete a veszély. A magas helyről történő ugrás, a nagy sebességgel vízbe csapódás mind-mind veszélyt hordoz magában. Egy kicsit talán nyugtató az a tudat, hogy egy egész csapat áll az emelvény építése mögött, biztosítják annak szilárdságát, elmozdíthatatlanságát. Ez egy jó kiindulási alap, aztán amint lenézel, láthatsz egy csapat buvárt, orvost is. Szóval ez mind a biztonságtudatot erősíti az ugrókban. Tudod, mi erősen elrugaszkodunk, és zuhanunk, fordulunk, csavarodunk, trükközünk majdnem egészen a vízig. Előfordulhat, hogy esetleg valami balul sül el, akkor pedig azonnal segítségre lesz szükség. És jó tudni, hogy ők ott vannak értünk. Nekem a búvárok, ezek a srácok jelentik a biztonságot. Ők az elsők, akik oda jönnek hozzám, ha rosszul csapódom be. Akinek azonnal jelezhetem, hogy jöjjenek, segítsenek, fogjanak meg. Ezért kell látnom őket már az emelvényről, amikor lenézek ugrás előtt. Fontos, hogy lássam, ott vannak, várnak rám. Elmerül benned a kétség, a tudatod azt sugallja, hogy ne kockáztass, nem muszáj ugrani, miért csinálod ezt. Tényleg bonyolult feladat elhesegetni ezeket a gondolatokat, és meggyőzni magad arról, hogy ugranod kell, és inkább arra összpontosítani, milyen jó érzés lesz majd, ha sikerül és megcsinálod. Végig erre az érzésekre koncentrálnom, hogy el tudjak rugaszkodni az emelvényről. Ránézek az emelvényre, és a szívem gyorsabban kezd el dobogni. A kezeim izzadnak, ez valami megszokhatatlan. A test azonnal reagál és közli, tudod mit? Nyugodj meg! És ez jó érzés, szeretem. Segít koncentrálni és elhinni, hogy ennek a tapasztalatnak hasznát vehetem egész életemben. Média támogatónk a portpol.hu és a sailing.hu.